Irak súlyos bodó válságára is ráirányította a figyelmet Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala elimátkozásakor. A katolikus egyház fő csatlakozott a kormányzókhoz intézett felhíváshoz, melyben azt kérik tőlük, a párbeszéd révén őrizzék meg a nemzeti egységet és kerüljék el a háborút. Az erőszak újabb erőszakot fakaszt, a párbeszéd a békéhez vezető egyetlen út. Imádkozzunk a szűzonyához, hogy oltalmazza Irak népét, fohászkodott a Szent Atya. Az Angelus előtt mondott beszédében Péter és Pál átalakulásáról és Isten végtelen irgalmasságáról elmélkedett a pápa. Isten bennünket is elkíván halmozni kegyelmével, mint ahogy Péterrel és Pállal tette. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy hozzájuk hasonlóan, nyitott szívvel befogadjuk Isten kegyelmét, és ne hiába részesüljünk bele. Előle. Nyújtson támaszt a megpróbáltatás órájában, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról és Evangéliumáról, ezt kérte imájában Ferenc pápa.